Nagy volt a forgalom az egyik szekszárdi halasnál karácsony előtt néhány nappal. Mindenki halat szeretett volna vásárolni. Vladics Károlyéknál is halászlé és rácmonty az ünnepi étel minden évben. Idén 5 kiló ponyból készül a karácsonyi vacsora. Rendszeresen halevő, és ezen kívül most karácsonyra különösen, mert a lányaim jönnek haza, és ők szeretnének halat enni, halászlét és rácpontyot. Más valami? Ebben a szekszárdi üzletben 1 kiló pontyért 1160 forintot kértek el idén, mintegy 100 forinttal többet, mint tavaly. 10% emelés volt nálunk. Vagyis ebben az évben már kétszer, húsvét előtt is, reméljük most nem lesz már. Tavalyhoz képest 5-7%-kal került többe a magyar édesvízi hal. A drágulás hátterében többek között az asszály, a dráguló takarmány és a kötelező béremelés áll a szakemberek szerint. Évente 12-13 ezer tonna pontyot termelnek országszerte, aminek 30%-a a karácsonyi időszakban kerül piacra.